További öt évre bizalmat szavazott Németné Kovács Editnek a Nagykanizsa és térsége ovoda fenntartó társulás. A társulási tanács mai ülésén Gábris Jácint, a csoport elnöke, és a tagok is pozitívan értékelték a Nagykanizsa központi óvoda intézményvezetőjének eddigi munkásságát. A tanácskozáson szó volt még az éves munkarendről és a 2021-2022-es nevelési évben indítható csoportszámok létszám túllépésének engedélyezéséről.